Sziasztok, a Tech2.hu-t nézitek. A Prestige Multifon 5044 Duo készüléken az Antutu Benchmark programot indítjuk el és futtatjuk majd le, azért, hogy kiderüljön, milyen teljesítményre képes a gyártó új készüléke. Először az info szekcióra nézünk rá. MediaTek MT6589-es processzort kapunk, ami maximum 1,2 GHz-es óra jelen jár. A PowerVR GX 544 MP grafikus egység a 720x1280 pixeles IPS kijelzőt hajtja meg, 1 GB RAM-unk van, illetve 4.1.2 operációs rendszerünk. Indítjuk is a tesztet. Ez több ponton is meghajtja majd a rendszer. Először a processzort és a memóriát teszteli meg. Majd a végén meglátjuk, hogy az olcsóbb 4 magos MediaTek processzor mire képes a csúcsmodellekkel szemben. Összességében a Multifon 5044 Duo nem egy rossz készülék, hiszen 5-szoros IPS kijelzője van, ami igazán kellemes és jó minőségű megjelenítést kíván, illetve hát maga az anyag használat, illetve a vékony ház is kellemes. Kamerája nem a legerősebb 8 megapixel ellenére, bár nálam általában teljesen mindegy. Legtöbb esetben, hogy mennyire jó egy kamera a telefonba, bár akinek ez számított, azért nem mindegy. Bár véleményem szerint egy Facebookra feltöltött fotóra bármikor jó lehet a Prestige jó. És hát a MediaTek MT6589 igazából a Jelly Bean-t hihetetlenül szépen meghajtja. Tehát nem igazán szokott akadozni a telefon, hihetetlenül gyors. És még játékokban is jól szerepel. Egyedül egy kis problémánk a 4 GB háttértár, amiből nem túl sok érhető el. Nagyjából a fele az, amit felhasználhatunk a tárolásra, vagy még annyi se. Tehát ez viszont némileg kevés, mindenképpen ajánlott egy memóriakártya beszerzése is a telefonhoz. Közben már az OpenGL-es 1.1-es teszt indul el. Most pedig indul az OpenGL-es 2.0 is. A teszt legvégén a háttértárat írja, majd olvassa az Antutu, annak érdekében, hogy erről is egy kis információt szerezzen, és azt is hozzá tudja venni a teszt folyamathoz, illetve a végső elszámolásnál ezt is beszámítja majd a pontozáshoz. Véget is ért a tesztünk. Ahogy látjuk, 13.030 pontot kaptunk. Ebből a processzor 6054-et kapott, a RAM 2424-et, a GPU 3836-ot, illetve az I/O egységek 716-ot. Tudjuk, hogy a ROG chip RK3066-os processzor olyan 11-12.000 pontot kap hasonló felbontáson, illetve a 4 magos verziója, az RK3188,
az körülbelül olyan 16 ezer pont, 17 ezer pont körül jár. Tehát ennek a felénél találkozik igazából a Cortex A7-es MediaTek MT6589, ami összességében azért nem olyan rossz. Láthatjuk, hogy a Snapdragon 800-zal meghajtott eszközök, azok már 33 ezer pontnál járnak, tehát itt azért jóval nagyobb az előrelépés, bár ennek ellenére abszolút jó teljesítményt ért el a Prestigio telefonja is. Ez volt tehát a Prestigio Multifon 5044 Duo készülék Antutu benchmark tesztje. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!